Horváth László, egy ember, aki miniszter volt, dr. Klebsberg Kuno vallás- és közoktatási minisztere a lépője. Egy ember, aki szeretni úgy tudott hazát, nemzetet, ahogy talán ti szerethetitek a kedvest és a gyermeket. Aki úgy volt magyar, valóban nemes, mert úgy lehetett, hogy szívéből átfénylett mind, amit tett, amit tehetett. Micsoda? Mert gróf volt, mert arisztokrata és horti minisztere? De ezt nem mond még te se, és ti se. Figyelj, és ti is figyeljetek. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer Betlehem, ahol azt tette Isten, hogy Isten fia a földön itt lenn, minden emberért istállóban született. És ez az ember, ez az arisztokrata, ki nem istállóban jött a világra, talán éppen ezt értette meg. Igen, meg azt, hogy az emberek között mindig vagyon fent és vagyon fentebb, szintúgy vagyon lent és vagyon lentebb, de a hazának, a nemzetnek, különösen ha súlyos sebektől vérzik, akkor itten szükségeltetik, hogy tovább éljen, életet éljen, ne vegetáljon sehol magyar tájon. Akkor itten szükségeltetik egyre több jó magyar iskola, ahol az ember kifényesedik. És mellé ülnek és táncolnak vele az isteni fényben élő angyalok. És akkor nyomorúságában kétségbe esetten nem lázad, vagy jajgatva nem zokog. Mindezekre gyakorta, akár fent, akár fentebb, akár lent, akár lentebb, a rothadó színekben bűzlő butaság azok. Ugyan, mert az ember kifényesedik, ha a hazában megvalósul egyre több jó iskola. És oda járnak azok is, akiknek ez még a bölcs szigor által valóban kötelező. Hát, kell-e ennél igazabb, hasznosabb elemi erő? Jó, jó. Én is tudom, hogy a nyáladzó szörny már emelgette bűzölő fejét, hogy a világot majd végig tapossa. Másodszor is. A hazát, nemzetet rosszul szerető, a magyarabb magyarok. Ti is tudjátok, hogy kik voltak azok? Úgy van. A magyarabb magyarok, akiknek hangyás sűn nyelve volt, nyomultak, martak és kapartak, bár voltak közöttük sokan olyanok, akik nem tudták, mit akarnak. Amint már fentebb említve volt, a hazára, nemzetre ütő minden szörnyű bajra a butaság az ok. Te is, ti is tudjátok, volt már itt diktatúra, volt már itt a szabadság helyett csak szabadosság, hol a pilátusok kezüket mosták, hol az akasztófák is azt kérdezték lengő árnyuk fölött, hol az igazság. De mindezekről nem az igazi jó iskolák tehetnek, nem a rebbenő hitek, melyek a fény felé repülnek, majd eltört szárnyakkal földre zuhannak, hanem a sötét káosz, ahol az értelem is lapul, jajgat vagy zokog. Mert minden szörnyű bajra a butaság azok. És a bicegő közös emlékezet pedig a karmos ködöktől felszaggatott utakon, évek kátyúi között egyre távolabb biceg, és félő elfelejti mindazt, amiben hittél, amiben hittetek,
amiben hiszek. Mindazt, amiben hittünk, amiben hiszek.